Jó estét kívánok! Véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. Ennek az eseménynek a legfontosabb eredményeit vizsgáljuk meg a mai Ez itt a kérdésben. Vajon milyen mérleget vonhatunk a néhány napja befejeződött eseményről? Az értékelésben segítségünkre lesznek a kongresszus szervezői és hírnökei, de érdekes részletek derülnek ki egy vadonatúj Szent Erzsébet életéről szóló musical előkészületeiről is. Maguk az alkotók mesélnek majd. Boldogan viszem hírül őszentségének, milyen lelkes és méltó ünnepségnek voltunk tanúi a magyar fővárosban. E szavakkal méltatta az 1938-ban Budapesten első ízben megrendezett 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust a Szentszék küldötte, Pacelli bíboros. A későbbi 12. Pius pápa a világháború előestéjén budapesti beszédében így fogalmazott. A jó és a rossz hatalmas párviadalban mérkőznek egymással. A jelen pillanatban senkinek sincs joga ahhoz, hogy közömbös legyen. 2021. szeptemberében ismét hazánk kapott lehetőséget a katolikus világegyház egyik legnagyobb eseményének megrendezésére. A kongresszus utolsó napján maga Ferenc pápa is ellátogatott hazánkba, aki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának képviselőivel és Magyarország zsidó közösségeivel tartott találkozón egy szívünknek kedves jelképet is megemlített. Ezt mondta. Szeretném felidézni előttetek a Lánchíd képét, mely összeköti ennek a városnak a két részét. Nem olvasztja őket egyé, de összekapcsolja őket. Ilyeneknek kell lenniük a kapcsolatoknak mi közöttünk. Azon kell együtt dolgozni, hogy a testvériségre neveljük az embereket, hogy a gyűlölet hullámai ne söpörhessék el többé a jó viszonyt. Szóval hál' Istennek van miről beszélgetnünk. Köszöntöm a stúdióban Kubik Anna színművészt, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hírnökét. Jó estét kívánok! Téglási Nórát, a kongresszus rendezvénykoordinátorát. Jó estét! Zsuffa Tündét, a kongresszus sajtófőnökét. Jó estét! És Fábri Kornél atyát, a kongresszus főtitkárát. Jó estét kívánok! Én is jó estét kívánok, és örülök, hogy eljöttek hozzánk. Hát kezdjük azzal, ami talán a legnagyobb nyilvánosságot kapta. A kongresszus összes eseményen nagy nyilvánosságot kapott, de azért, amikor Ferenc pápa itt volt, az mégiscsak a legnagyobb volt talán. De hogy történt ez? Önök meghívták, ő akart jönni, hát éppen útban volt a Felvidékre, és beugrott. Mi történt? Hát Szent Atya akkor látogat el egy országba, hogyha mind az államfő részéről, mind pedig az egyháztól meghívást kap. Ez így történt ebben az esetben, és a kongresszusra kapott a Szent Atya meghívást, és egy nagy kitüntetés számunkra, hogy eljött, mert hogy utoljára 2000-ben volt Szent Atya Eukarisztikus Kongresszuson, igen, az nem Rómában szoktak, volt. Igen, nem, az Rómában volt, de szóval nem szoktak elmenni. Így van. Ezért is tettem fel ezt a kérdést. Van valami különleges oka, ami a kongresszusból fakad, a programból fakad, vagy pedig egészen más ilyen külső okok vannak? Ugye alapvetően a Szent Atya mindig egy legátust küld, egy őt képviselő kuriális bíboros, vagy más bíborost, és mi vártunk nagyon tavasszal, hogy a programunkban már évek óta ott van, hogy majd a pápai legátus tartja a nyitómisét, meg a zárómisét, és hát mikor cserélhetjük már ki egy igazi névre, és nem tudtuk kicserélni, mert az volt a válasz, hogy én magam jövök. Úgyhogy számunkra ez egy nagyon pozitív meglepetés volt, és nagy örömmel fogadtuk őt. Jó, hát és hogy mi van a háttérben, azt meg akkor ne is nagyon szálazgassuk ki, mert akkor sok minden van a háttérben. Hát a Szent Atya döntése van leginkább a háttérben. Értem, jó. Innen egyébként Felvidékre ment tovább, és közben azért tett egy-két nagyon jó kijelentést Magyarországról az utazás közben. Nem tudom, hogy sajtófőnökként nyilván Zsuffa Tünde is figyelte ezeket a kijelentéseket. Nagyjából arról szólt, hogy egyrészt jól érezte magát itt, másrészt pedig, hogy a magyarok tudnak valamit, ami érdekes számára. Kezdjük onnan, hogy Ferenc pápa elég jól ismerte Magyarországot, ugye, hogy magyar jezsuitákkal dolgozott együtt még Argentinában, és ő tisztában volt vele, hogy a magyar kultúra és a magyar vendégszeretet az világhírű, és ő pontosan ezt érezte meg, és egyébként ez látszott is Ferenc pápán.
És ami még, amire még egy nagyon jó választ tudunk adni, hogy a pápa miért volt ennyire felszabadult, ugye róla ez közismert, hogy szereti az embereket, minden protokollt felrúg, hogyha meglát egy kisgyereket, vagy egy tolókocsiban ülő beteget. Amikor megérkezett, egy viccel nyitott egyébként a reptéren rögtön, ha jól sejtem. Abszolút. Ugye egy magyarokról szóló viccel ráadásul. Hát ezért mondom, hogy ő abszolút képben van, hogy kik a magyarok, és hogy hova jött. De amit mondani szerettem volna, az, hogy Ferenc pápa 2 évig bezárva élt a Vatikánban, tehát egy hivatalos útja volt Irakba, és neki ez egy felüdülés volt, hogy most újra a pápa mobil végigmehetett egy tömegen, tehát hogy több százezer ember állt az utcán, integetett és éjjelzett. És ezt a több százezer embert, ezt valahogy hát rendszerbe kellett szervezni. Téglási Nórára nézek, mennyit aludt ebben az időben? Nem tudom. Pedig könnyű lenne megszámolni az órákat, nem? Igazából eléggé nem az alvásról szólt ez az időszak, hanem tényleg még az utolsó pillanatban is a készülésről, arról, hogy mi az, amit tudunk még jobban csinálni, mi az, amit módosítanunk kell, és ez nem csak a Szent Atya fogadása számunkra. Az volt talán a legnehezebb, hogy a Szent Atya a kongresszus legutolsó napjára jött, és nagyon sokan elfeledkeznek róla, hogy előtte már volt egy teológiai szimpózium, ami 2-án kezdődött, volt egy nyitó szentmise első áldozással, ott volt az egész kongresszusi program a Hung Expo-n, a Kossuth téri szentmise gyönyörű szép körmenettel, tehát az, hogy a Szent Atya megérkezett vasárnapra, az nekünk már csak így a habatortán volt. A habatortán, hát mekkora stábot mozgatott? Óriási nagy stáb, hogyha mindenkit beleszámolunk, akkor közel 20 ezer ember, hogyha az előkészítést is megnézzük, nagyon sokan, én azt szoktam mindig mondani az ismerőseimnek, hogy nem tudok olyan foglalkozást mondani, aki valahogy nem vett részt a kongresszus szervezésében. Aki bútor restaurátor, aki sminkes, aki szabó és egyedi formaruhákat var, aki sofőr, elképesztően sok ember mozdult meg erre az eseményre. Számos ismerősöm volt önkéntes egyébként, amikor ott voltam a rendezvényen, akkor találkoztam velük, hál' Isten, fiatalok is, 10 évesek, meg idősebbek is, a szüleik voltak még ott. Ezeket is beleérti a 20 ezerbe? Abszolút, a 20 ezerbe beleértem akár a kórustagokat is, akik az éneklésükkel tettek szolgálatot, vagy beleértem a hatóságokat, biztonsági személyzetet, de az önkéntesek is közel 3000-en szolgálták a kongresszusnak a sikerét. Tessék elmondani nekem, mit tud, hogy össze tud fogni így 20 ezer embert, 20 ezer ember munkáját, ez hatalmas dolog. Ez nem egy egyszemélyes feladat, tehát igazából nagyon-nagyon sokan, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek megvolt így a saját kis csapata, amit irányított, és szerintem legalább egy olyan 10 nagyobb csapatot össze lehetne szedni, akik alá ezek az emberek tartoztak. És nekem a legnehezebb szakmailag az volt a legnagyobb kihívás az egészben, hogy én korábban céges rendezvényeket szerveztem, és ahhoz voltam szokva, hogy ha csinálok egy rendezvényt, arról szinte mindent tudok. És itt nem tudtunk mindent, mert annyira szét kellett aprózni a feladatokat, a felelősségeket, hogy tényleg tökéletesen sikerülhessen, hogy mindig voltak olyan dolgok, amikért más felelt. Mert hogy egy céges rendezvény, hát mondjuk legyen egy nagy cég, amelyiknek a rendezvényét szervezés, akkor megmozgat mondjuk 100 embert, vagy 200-at. Igen. Azért 20 ezeret már nem lehet egy kézben összefogni. Igen. Nori, milyen fontos tapasztalat. Nagyon. Nori, de azt mondjuk már el, mert amikor már az ember nagyon fáradt, akkor olyan dolgokkal szórakoztatja magát, amivel így túléljük az napot. És osszuk már meg a kedves nézőkkel, hogy kiszámoltuk azt, hogy ezt a 20 ezer embert, amikor megetettük, megittattuk, hogy az mekkora mennyiség, hogy annyi vizet megittunk ez alatt a pár nap alatt, hogy egy 25 méteres verseny uszodát fel tudtunk vele tölteni. Igen. Illetve, hogyha a szendvicseket egymás mellé pakoltuk volna, akkor 6000 valahány kilométer, kiszámoltuk, hogy Kanadáig tudtunk volna. Mennyi idejük volt közben? Jó, csak felhívom a rendezvényszervező, figyelj, van egy ifjú, hogy 20 ezer ember tud összefogni. Csak úgy Nem, ez nem egy személynek az érdeme, senki, és sem más, és sem az enyém, hanem ez egy óriási csapatmunka volt. Itt, hogyha az emberek nem alkalmazkodnak egymáshoz, ha nem kommunikálunk egymással, hogyha nincsen az a nagyon szoros együttműködés a rendezvény sikeréért, akkor ez mások nélkül nem jött volna létre. No, és volt 12 hírnök, Kubik Anna az egyik. Így van. A 12-es szám nem véletlen, gondolom ezt. Ez a Jézusi szám, ő 12-t választott. A 12 apostol. Jó, hát milyen érzés volt, amikor felkérték erre?
Én tulajdonképpen ezt csináltam már nagyon hosszú ideje előadó esteimen. Nekem mindig volt egy kis rész, amit fenntartottam, arról beszéljek, hogy a hitem milyen, hogy istenes verseket mondok, hogy felhívom a közönségem figyelmét egy másik fajta útra is, egy spirituális útra is, ami hát nagyon hiányzik az életünkből, és mi most ezt megélhettük hírnökként, hiszen számunkra már jóval előbb kezdődött, nem csak ez az egy hét állt rendelkezésünkre, hanem csodálatos élményekben volt részünk előtte is, amikor utaztunk, jöttünk, mentünk, a közönséggel találkoztunk különböző helyeken, mi Tündével Csíksomlyón is ott jártunk, tehát jó messzire elmentünk, és az élet egy másik dimenziója volt ez a hét a maga csodáival együtt, a maga szépségével. Én nekem minden kizáródott az életemből, elzártam a telefont, a híreket, csak ennek értem, és mondhatom, hogy feltöltődött a lelkem, a szívem, tele lett ez alatt a hét alatt. Nagy izgalommal készültem a tanúságtételemre, amit hát két hétig javítgattam, írtam éjszakánként, kihúztam, betoldottam, mert tudtam, hogy csak 8 perc áll rendelkezésre, és ez alatt el kell mindent mondani, ami nagyon bennem van, és amiért én ezt a pályát választottam. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos volt ez a nap. Mi volt a legnagyobb élménye ezen a héten? Hát ez a tanúságtétel, ez nagyon fontos volt, de előző nap a körmenet, ez egészen csodálatos volt, hiszen ott nem pápa látni jöttek, csak az emberek egy része, mert biztos vagyok, hogy a vasárnapi napon sem csak ezért jöttek az emberek, de az egy nagyon nagy szépség volt végigmenni az Andrássy úton. Sok-sok ezer ember, nem azzal voltunk elfoglalva, hogy egymást bántsuk és gyűlölködjünk, hanem azzal, hogy mindenki fölfele nyújtózkodott, és egy olyan öröm érzet volt az emberben, amit nem tud más überelni, vagy követni, már csak hogy hálát kell ezért majd adnunk, hogy ez a hét, ez ilyen fantasztikusra sikeredett sok-sok ember számára. Én a körmenetre visszatérnék majd, szívesen beszélgetnék erről egy kicsit, de akkor nézzük meg azt a 12 hírnököt, akik vitték az eukarisztia hit erejének hírét. Most közülük 3 gondolatait hallgassuk meg. A legnagyobb megtiszteltetés és sikeremnek azt tartom, hogy amikor egy 1400 néző előtt előadtam egy nagy főszerepet, akkor a Taps után odajött hozzám egy fiatal ember, és azt mondta, hogy a Panama napot látta, ahol én egy tanúságtételt tettem, és azóta tudja, hogy van Isten. Hát azt hiszem, hogy egy hívő embernek sokkal nagyobb öröm, mint az 1400 ember, aki ott tapsolt. Szemérmetlenül szoktam megnyilatkozni az Istenről. Többnyire akkor, ha kérdeznek, de az is nagyon meglepő, hogy egyre inkább erről kérdeznek. A mai világban is teljesen természetes, sőt, üdvös, hogy van kapcsolat az embernek Istennel. Van mindig nagyobb annál, amik vagyunk, és jó része lenni ezeknek a dolgoknak. Hírnökök voltak így együtt is? Együtt a 12-en is találkoztak? Többnyire minden eseményen, a sajtótájékoztatókon is, és külön-külön is mentünk, jöttünk ki, hogy ért rá. Ez olyan szép látni ezt, hogy teljesen, szóval nagyon sokféle személyiség, nagyon sokféle szakma, és közben mégis van valami mag, valami nagyon fontos, ami összeköti őket, amitől azt reméljük persze, hogy minden embert összeköt. Hát így van, Tündét kell faggatni erről, hogy miért így választott össze minket, de biztos szóval jól miért? Akkor Tündét faggassuk erről. Mert az eukarisztia az összeköt bennünket, és nem szétválaszt. És a hírnökök kiválasztásánál az volt a fontos kritériumunk számunkra, hogy ne csak egy skatujába tartozó embereket tegyünk egymás mellé, hanem bebizonyítsuk azt, hogy az egyház, az igenis, az nagyon sokszínű. Tehát, hogy Anna
szőke és kék szemű, Szena Dagadu pedig félvér és sötét szemű, vagy a Pindrok Csaba, akit fenegyerekként tartanak, vagy könyvelnek el a valami Amerika miatt, de ott van vele szemben Böjte Csaba, vagyis nem vele szemben, mellette, vagy egy polgárpukkasztó Lackfi János, akkor a jó fiú a Dolhai Attila, tehát hogy akkor ott van a Petrás Mária, igen, a Csengó énekes, a Szalóki Ági. Ez a mi egyházunk, és ez nagyon-nagyon fontos volt megmutatni, hogy ne kategorizáljunk az egyházban. Tehát ugye, hogy azt mondják, hogy az egyház az öreg, hogy az idősebb emberek járnak, nem, be tudjuk bizonyítani, hogy ott vannak a fiatalok, és erről meg pont Kornél tud beszélni, hogy a kongresszuson, ugye ez volt Kornélnak a feladata, hogy a fiatalokat összefogni, hogy ki gondolta volna azt, tehát én se hittem ebben pár évvel ezelőtt, hogy egy szentségimádásra össze lehet hívni több ezer fiatalt. Tehát én azt gondoltam, hogy a szentségimádás ami gyerekkorom képe volt, hogy idős nénik és bácsik ülnek a templomban és énekelnek. Kornél pedig bebizonyította, hogy igenis az egyház az él, és hogy Jézus él, ugyanaz az üzenete, és a paplásztosport arénában hány fiatal volt? 13 ezer. A bazilika az olyan tele volt csütörtökön, hogy nem fértek be az emberek, és a kivetítő vászton kellett, vagy ott álltak a... Tényleg rátérünk a fiatalokra pillanatokon belül, de én mégiscsak a körmenetről szeretném még egy kicsit beszélni. Azért, mert kerestem másnap a körmenet híreit a magyar médiában. Hát meglepődtem. Ugye, amikor pár ezres menetek vannak erre-arra, akkor arról özönlenek a hírek, sőt már előre özönlenek a hírek. Erről a körmenetről előre sem volt, és utólag is alig-alig egy-két helyen lehetett felfedezni, ez döbbenetes volt számomra. Hányan voltak ott összesen? Hát valaki azt mondja, hogy 200 ezer, tehát 200-300 ezer ember, amit viszont tudunk, ugye, hogy az oktogonon több mint egy órán keresztül haladtak át az igen. emberek. Tehát ez egy most 200-300 ezer ember, szóval ezt, hogy a magyar média tulajdonképpen visszhang nélkül hagyja, ez döbbenetes felismerés arra, hogy a média milyen rosszul működik. Schwarzenegger észrevette egyébként, hogy a Vandási úton történik valami, mert ő fotózott. Igen, igen. De a médiának nem sikerült felfedezni, hogy több százezer ember elvonult. Schwarzenegger nyilván nem tudja, hogy mi a fontos. A média tudja. Mi van ezzel? De egy kicsit beszéljük ki, legalább mi újságírók. Én azt gondolom, hogy hogy a magyar médiában mi folyik, az arra hadd ne nekünk kelljen megadni a választ, meg főleg nekem, mert ugye én azért egy világeseménynek a sajtófőnöke voltam. Aki együtt dolgozott a magyar média tagjaival. Viszont ez engem is meglepett, sőt nagyon meglepett, hogy miért nem voltunk címlapon, és ugye főleg azért, és emlékszem, mikor itt voltunk pár hónappal ezelőtt a stúdióban Kornél atyával, akkor ugye erről az álomról beszéltünk, hogy de jó lenne, ha ugyanazt megcsinálnánk, mint 1938-ban, ahol 500 ezer ember hömpölygött végig az Andrássy úton zuhogó esőben, és hogy mekkora ereje volt az őseiknek, milyen erős volt a hitük, és hogy bizonyítsuk be, hogy mi erre képesek vagyunk. És azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk volt, a hírnököké, a Nórái, a Kornél atyai, mi ezt végrehajtottuk, mert tele volt az Andrássy út. Aztán, hogy ezt a magyar sajtó miért nem találta érdekesnek, erre nem tudom, de azt gondolom, hogy ez az ő lelkiismeretük, és nem a miénk. Egy a lényeg, a mi szívünkben, a mi lelkünkben ez mindig meg fog maradni. A papírt, azt meg bedobják a kályhában, elégetik, vagy az eső elmossa, de ez az emlék, ez örök, és biztos vagyok benne, hogy az unokáimnak erről mesélni fogok, és az emlékeknek a továbbadása a sokkal fontosabb, hogy most a magyar média, vagy a nemzetközi média éppen mit tesz ki címlapra, és mit nem. Jó, akkor én azért annyit hadd mondjak így a kollégáinknak, hogy azért érdemes felülvizsgálni az újságírói iskolákban a hírértékről mondott néhány, mondjam, értékelő kifejezést, meg hogy a hírértéknek a definícióját, mert ugye ez biztos, hogy hírértékű volt, úgyhogy valamit ott vagy rosszul tanultak, meg rosszul volt az újságíró iskolás könyvekben. Hát ha bankot raboltunk volna, biztos előbb. Nem, azért, ők a hősök. Most azért, de nem azért a kollégáknak a védelmében egyetlen egy dolgot tudnék mondani, hogyha nagyon muszáj lenne, és az úgy hangzik, hogy
Ugye a körmenetnek szombat éjszaka lett vége, és másnap a pápa, a Szentatya elvitte a sót. Tehát, hogy már akkor jó, mindenki arra koncentrált. Jó, hát valamit a védelmükbe muszáj. Nagyon-nagyon jó. Annyira jól csinálod ezt tényleg. Köszönjük szépen, máskor is. Ezt tudták volna, hogy a körmeneti kocsival volt egy pici gond, amikor picit tolni is kellett, de ez nyilván igazán Annának, hogyha lett volna valami olyan dolog, ami így felkelti a figyelmet, de az, hogy én arra emlékszem, hogy már ott voltunk a Hősök téren, és akkor még a Széchenyi téren, akkor kezdte bemenni a Széchenyi térre, és nem kettesével, hanem teljes tömegsorba, tehát végig 2,5 kilométeren állt ez a tömeg, óriási volt. Egyetlen egy gondolatot hadd mondjak, csak egy nagyon szép emléket, ami a Nóri és az én emlékem marad örökre, és Most már mindannyiunké lesz egyébként a nézőké is. Csak az, hogy ezért, tehát ezért nem érdekel, hogy most mi volt az újság címlapján, és mi nem. Ott mentünk a feldíszített virágkocsi mellett, ugye, ami vitte az oltári szentséget a Nórival, és már akkor nagyon fáradtak voltunk, és egymásra néztünk, ugye mögöttünk a tömeg, a fáklyák, cserkészek, és a Nórival egymásra néztünk, könnyes volt a szemünk, és csak annyit súgtunk, így egymásnak szinte egyszerre, hogy megcsináltuk. Tehát mi elvégeztük a feladatot, hogyan van a Szent Pál idézet, de nem a Szent Pál idézet, hogy a pályát végigfutottuk, a hitünket megtartottuk. Na, Jóisten nagyon megáldotta az egész hetet egyébként, az ilyen gyönyörű idő volt. Ez csak, hogy összehasonlításként beszéltem a 2008-as quebeci kongresszus szervezőivel, és elmondták, hogy a záró misén 50 mm eső esett, ugye a kamerában nem látszott az oltár a szakadó esőtől. Tehát ahhoz képest, hogy Jóisten nagyon mellettünk volt, mind az építés idején, és ezt mondták, hogy semmi nem akadályozta, és az egész héten egy gyönyörű időnk volt. 38-ban is eső volt egyébként. Így van. És többet adott, mint kértünk, mert mi jó időt kértünk, ő pedig nagyon jó időt adott. No, akkor itt volt Barton Lajos, konstantinápolyi pátriárka, és amikor Ferenc pápa Felvidékre tartott, akkor megemlítette, hogy nagyon megérintette a magyarok mély ökumenikus szellemisége. És talán az, hogy itt mégiscsak kelet-nyugat találkozási pontján vagyunk, hagyományosan itt van Magyarország, a keleti kereszténység és a nyugati kereszténység találkozási pontján is, hát különösen ugye Erdély, tehát hogy, na szóval ezeken a területeken. Ez is az egyik titka lehet annak, hogy ő szívesen jött, jól érezte itt magát, és esetleg vissza is jön hozzánk? Hát én is utólag hallgattam, hogy a repülőn hogyan nyilatkozott, és mondta, hogy tudja, hogy voltak ilyen fura hangok, hogy miért csak ilyen kevés időre jön, és azt mondja, nagyon szívesen visszatérne országlátogatásra is, és nagyon megérintette mind a találkozó a különböző egyházak vezetőivel, mind a zsidó közösségek vezetőivel, tehát látta, hogy itt a párbeszédre nyitottak vagyunk, és azt hiszem, hogy ez a magyar vendégszeretetnek a része, hogy tényleg mindenkivel. És az, hogy ott volt a külön szektorban a különböző protestáns felekezetnek a képviselő is az áromisén, a Bartolomeusz pátriárka fönnült ugye az oltártól néhány méterre, tehát hogy ez számunkra fontos, hogy ugyanazt a Krisztus képviseljük, és az eukarisztia valóban összeköt bennünket. Tudunk mondani ilyen főüzenetet, mondjuk 1938 azt mondja, hogy azt mondja Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa, hogy a jó és a rossz hatalmas párviadalban mérkőznek egymással, hát 38, ugye azért az egy eléggé ilyen időszak tényleg. A jelen pillanatban senkinek sincs joga ahhoz, hogy közömbös legyen, mondta akkor, mint egy fő üzeneteként a kongresszusnak. Hát, mintha ez mindig érvényes lenne a világban, hogy a jó és rossz hatalmas párviadalban mérkőzik egymással. Mi a mostaninak a fő üzenete? Mit tudunk mondani? Én bennem az az érzés volt, és visszatérve arra, miért nem szólt a média a körmenetről, mert minden rendben volt. Béke volt, öröm volt, imádkozva mentünk, csillogó szemek a utca szélén, aki végigvonultunk énekelve, Jézus dicsőítve. Egyszerűen Isten országa közénk jött. És a mostani üzenet pedig pontosan ez, hogy nem egy végállomáshoz érkeztünk, hanem sokkal inkább egy kezdet, aminek egy csúcspontja volt most ez, amit hosszú éveken alatt előkészítettünk, és rengeteg szervező munka van mögötte, de azt nézzük most, hogyan tovább is, hogyan tudjuk ezt a lelkületet továbbvinni. Mert azt gondolom, hogy legfontosabb az, hogy ne egy végállomásként könyveljük ezt el, hanem továbbra is nyitottan a párbeszédre. Nagyon sokakat megérintett, aki nem templomba járó emberek, hogy mi volt itt. Egyik barátom mondta, hogy a tévében látta, és azt mondja, nem mondom, hogy nem volt vonzó. Igen. Pedig ő nem templomba járó, és ez már egy olyan sok mindent elmond, hogy én is. Igen, ez a szépség az vonz, és Isten országa az a szépségről szól. Mikor rácsodálkoznak, tehát nem mondani kell, hanem megvárni, amit kérdeznek, hogy ők szeretik egymást.
Igen. Mi történik? És ez tűnt, hogy a körmet senki ellen nem volt, hanem Jézussal mentünk végig. És annyira gyönyörű volt, hogy ugye ki volt hangosítva 3,5 kilométeren az ének, az elmélkedések. Egy helyen volt, ahol nem szólt a hangszóró, de ott is énekeltünk tovább, mert ki volt vetítve. Valaki azt mondta, ez a csöndnek az ideje. Igen, gyönyörű volt. És tényleg megérkezve a Hősök terére visszatekintve, hogy még mindig nem értekezett az eleje, vagy a vége a szondási útra, akkor látok, hogy itt egy óriási egység van. Kubi Hamát kérdezem most, hogy össze tudja foglalni úgy röviden, hogy mit mondott el a tanúság tételében, vagy ez nagyon nagy kérés, és ne kérjek ilyent, hogy a 8 percet foglalja össze néhány mondatban? Nem is akarom, mert a lényege az az Isten csöndje volt, amit megél néha az ember a színpadon, amikor olyan szerep adódik számára, és nekem ilyen nagyon-nagyon sok adódott az életemben, és nekem külön élmény volt, hogy pontosan a pápai misén volt ilyen csend. Amikor a Szentatya elmondta a beszédét, emlékeztek, akkor megkért bennünket, hogy most maradjunk csendben egy ideig, és az egész Hősök terén nem volt egy, nem tudom, egy gyereksírás, egy köhögés, semmi, csak a nagy, sűrű csend, amiben szerintem jelen volt Jézus, és akkor azt elmondhatjuk, hogy tényleg találkoztunk Jézussal. Szerintem ez a csend, ez mindenkiben nagyon-nagyon-nagyon hosszan meg fog maradni. Egy világváros közepén. Igen. És egy pillanatra visszatérve még nekem nagyon nagy öröm volt, hogy más felekezetbeliektől nagyon sok-sok gyönyörű üzenetet kaptam. Igenis figyelték, hogy mi történik itt, igenis velünk voltak, akár tévén keresztül, akár személyesen is sokan kijöttek. Tehát ez valóban mindenkinek szólt ez az egy hét. No, akkor most az előbb kértem, hogy a fiatalokról később beszéljünk, de azért meg készültünk, mert hogy a kongresszus egyik fontos küldetése a fiatalok megszólítása volt. Nézzük, hogy milyen programok mentén vonták be a fiatalokat az eseményekbe. Gyermekként álmodtam, és elhittem, hogy úgy lesz minden, hisz tökéletes a világ. Mi a Spintér Béla koncertre jöttünk ki, nemrég volt Szombathelyen is, viszont úgy gondoltuk, hogy ez akárhányadszor is hatalmas élmény, mert szerintem ez az a stílus, ami a fiatalokhoz leginkább szólni tud. Színes programokkal várták az érdeklődőket egész héten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében a Szél Kálmán téri missziós színpadon. Forráspontot azzal a céllal kezdtük előkészíteni 3 évvel ezelőtt, hogy a kongresszust megelőző 2 évben legyen már egy olyan ráhangoló esemény, ami segíti a fiatalokat abban, hogy megértsék ennek az egész kongresszusnak az üzenetét, hogy ezt a két szót amúgy is nehéz jól megérteni, hogy mit is jelent ez, hogy eukarisztikus kongresszus, de azt gondoltuk, hogy egy élményen keresztül igazán jól meg lehet szólítani a fiatalokat, és tulajdonképpen ez a forráspont lényege, tanúságtételekkel, nagyon sok zenével, szentségimádással, jó programokkal, előadásokkal. Kifejezetten fiataloknak szervezett rendezvényeket láthatunk most, de gondolom, hogy a szervezők között is voltak bőséggel. Szóval a 20 ezerből hány fiatal volt? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok, csak az én közvetlen csapatomban szerintem a 30 alattiak száma az ilyen 50 körül mozog nagyjából, de attól is függ, hogy kiket számítunk bele, úgyhogy sokan voltunk fiatalok. Ez azért azt jelzi, hogy az egyház, a katolikus egyház, de hát lehet, hogy a többiekről is beszélhetünk, azért nem az idősek egyházama. Igen, mi nagyon megéltük ezt az összefogást, meg azt, hogy igazából ennek az egész rendezvénynek az egyik fő alkotó eleme az a motiváció volt. Tehát, hogy nekem jött ismerősöm dolgozni úgy a csapatba, hogy rendezvényszervezési tapasztalata nem feltétlenül volt, viszont mivel kórusban énekelt, és nagyon szeret énekelni, ezért pont tökéletes felelőse lett a kórusoknak. Én 10 éves ismerőseimet találtam, mondom, az önkéntesek között, és nagy öröm volt velük találkozni 15-16 éves fiatalokkal. Szóval beszéltünk arról, hogy volt a sportarénában egy 13 ezeres rendezvény, ez pontosan mi volt? Ugye a kongresszus mottója, hogy minden forráson belőled fakad, és az eukarisztia
Jézus az életünk forrása, és innen jött az ötlet, hogy nevezzük forráspontnak az ifjúsági estet, és ebből már kettőt szerveztünk, és gyakorlatilag mindig megduplázódott a jelenlevőknek a száma, tehát 2100, aztán 5000, most meg 13000 a paplászlóban, és azért forráspont, mert bízunk benne, hogy ahol felfakad a forrás, az egy ilyen pont, és ahol halmazállapot változás történik. Eljönnek a fiatalok valamilyen lelkülettel, és más lelki állapotban mennek haza feltöltődve, és ezt sok helyről hallottuk vissza, hogy 10 centivel a föld felett érkeztek, olyan élmény volt számukra. Ez által van egy koncert, közös dicsőítés, tanúságtételek és szentségimádás. Most is ezzel fejeződött be, egy szép szentségimádással. Az összes addigi fellépő, Ákostól kezdve a két tanúságtevőink, a program vezetői, ott voltunk fenn Jézus körül, és egy egységet alkottunk, és a végén énekeltük el közösen a Nagyon Isten jó éjszakát a befejezésként. Tehát volt itt tánc, dicsőítés, egy fantasztikus program volt tényleg, és ez kifejezetten a 15-30 év közöttieknek szól. És folytatódik. Nyilván Kubik Anna, hogy eddig, ezután is hírnak lesz. Remélem. Hogy folytatódik a rendezvény? Mert ugye most vége van, de még sincs vége. Mert hogy gondolom, hogy utána a filmek készülnek, még műsorok készülnek, itt is, ide is el kellett azért csak jönni, kiadványok itt, szóval hogy folytatódik? Ugye most hát van még egy jó adag feladat előttünk, az elszámolások, szerződések lezárása. Na, erre nem is gondolok. Kiléptetések, ugye egy projektre vettünk fel munkatársakat, tőlük sajnos el kell köszönnünk. Aztán ugye fönn van az összes anyag YouTube-on, de van ilyen 6-7 órás anyagok, azt most szépen felvágjuk, úgyhogy napra címre kiszerepel, hogy ne kelljen végignézni 6 órát, hogyha valaki az egyik részt szeretné megnézni, ezt is fel kell dolgoznunk. És most terve vagy kiküldünk minden regisztrált részvevőnek egy levelet, amiben Vigoros atyának a hálaadói máját küldjük ki, illetve felhívjuk a figyelmet egy honlapra, ahol az emlékkönyvet, online emlékkönyvet nyitottunk, hogy odaírják meg, hogy mi az, ami őket megérintette, és ez legyen maradandó emlék minden. És akkor Nórának most az lesz a munkája, ugye, hogy 20000 szerződést lezár. Nem, szerencsére annyi nincsen. A kollégáim zárják le. A kollégáim zárják le. Elosztom a feladatot. Nekem az lesz a legfontosabb feladatom, hogy visszanézzem, mi történt. Mert azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a backstage-ből mi nagyon nehezen tudtunk bármin részt venni itt. Amikor a Tünde az előbb a körmenetről mesélt, akkor hozzá akartam tenni, hogy igazából nekem az volt az első, és lényegében a kongresszuson az egyik utolsó olyan pillanat is, amikor én tényleg a lelkiségét az egész eseménynek átélhettem, mert egyébként tényleg, amikor az ember a színpad mögött van, amikor ellenőrzi, hogy megvan-e a bekészítés az öltözőbe, vagy amikor el kell indítani a kórust a műjégpályáról, hogy időben feljönnek, mi nagyon sok kollégával azt tűztük ki, hogy akár a Hungexpós előadásokat, tanúságtételeket visszanézzük, akár a prédikációkat visszahallgathassuk, mert erre közben nem feltétlenül volt mindig lehetőségünk minden pozícióból. Meghozta az áldozatot a biztos sikerért. A 83 év múlva újból itt lesz, és akkor megnézhetjük. És készül a Hírnökökből egy könyv. Remélem, hogy november végén, karácsony elejére piacra tudjuk dobni. Az lesz a címe, hogy ők 12-en, egy interjúkötet. Na, hát kíváncsian várjuk. Szép színes emlékkönyv, meg az összes előadás írásban is meg fog jelenni, tehát nagy az igény, és jönnek sorra a kérdése, hogy ezt ugye majd el lehet olvasni is, úgyhogy igyekszünk mindent elkészíteni. Jó, kíváncsian várok mindent, a Hírnököket különösen. Szerintem, hát nem tudom, hogy 12-en majd, na valahogy megoldjuk. Minden esetre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma este. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Ferenc pápa magyarországi látogatásán két magyar szentet emelt ki, Szent Istvánt és Szent Erzsébetet. Most utóbbiról lesz szó. Zsuffa Tünde ugyanis regényt írt az életéből, Szikora Róberttel és Dolhai Attilával pedig közösen készítenek egy musicalt Erzsébet személyéről, és a nemrég elhunyt Jankovics Marcell szavait hallgassuk meg. Nincsen rózsa tövis nélkül, tartja a szólás. Szent Erzsébet magyar legendái rózsáktól illatoznak, de életében csak a rózsa tövisét ismerte. Ó, boldog asszony, ó, csodálatos feleség, ó, kedves Erzsébet, akit Isten kegyelmével betöltöttnek mondanak, aki a szegények táplálásáért az angyalok kenyerét érdemelte ki. Dicsőíti e szavakkal 9. Gergely pápa 1235. június 1-én kiadott bullájában az egyház új szentjét. A gyermek Erzsébetnek tulajdonítják a leghíresebb rózsacsodát, ami egyúttal leggyakoribb ábrázolásának témája lett. Az ábrázolások azonban már nem gyermeklánynak, hanem ifjú hölgynek mutatják. A 14. századi legenda szerint hideg télben étel maradékot szed össze a kötényébe, hogy a várkapujában didergő kórusok között ossza szét.
Útközben atyába botlik, aki kérdezi, mi van a kötényében. A gyermeklány megszeppen, és azt füllenti, rózsák. Atya parancsára leengedi kötényét, és íme rózsák hullnak a lábuk elé. Közben kiegészült itt a társaság, Zsuffa Tünde eddig is itt volt velünk, de most írói minőségében van jelen. Szeretettel köszöntöm újra. Szikora Róbert zeneszerző, előadó művész. Jó estét kívánok, és Dolhai Attila színművész. Jó estét kívánok. Jó estét, szervusztok. Na hát, könyvről és műzikerről kellene beszélnünk, de és azért... Hírnökök. Na ezt akartam mondani, azért mondjuk el azt is, hogy a kongresszus hivatalos hírnöke volt Szikora Róbert is, és Dolhai Attila is. Egy kicsit beszéljünk erről. Mondjuk. Kezdjük nálam? Igen. Valamikor a kezdetén 18 decemberében jelezte a menedzserem, hogy a NEC-ből keresnek kongresszusról, és Zsuffa Tünde lesz az, és akkor fölhívott, átjött hozzám, megkínáltam egy teával, azt hiszem, és azt mondta, hogy mit szólnék, ha fölkérne ő, hogy legyek én a hírnök, az egyik hírnöke. Akkor még nem tudtuk, hogy arca vagy, emlékszel? Igen, nem igen. Volt kitalálva. És akkor mondtam, hogy oké, vállalom boldogan, sőt, nagyon boldogan. És akkor a 12-t választottak később, és akkor a Benjamin, kis az utolsó, kis Benjamin az utolsó, ő lett, mint hírnök. És boldogak voltunk, hogy ilyen minőségünkben is elmentünk városokba, vagy kisebb helységekbe. Mert ez a tanúságtétel, ez egy jó dolog. Nekünk is izgalmas, mert ő a beszédből él, de ő is inkább az énekből él. Én mindenképpen az énekes, tehát hogy nem a szavaknak az akrobatája, de mégis így beszélni jó, mert a civil szavaidra kíváncsiak a közönség. És mindig azt mondták, hogy na ez igen. Ez jó. Amint a pap mond, az nem jó, mert az pénzért mondja, vagy nem az a hivatása, de mi? És akkor mi boldogok voltunk, hogy csinálhattuk ezt. Benjamin felkérés, hogy történt? Átkereszteltek, képzeld el, ugye a legkisebb, ez Tündének a ajándéka felé, hogy azóta kis Benjaminnak hív, mióta mi találkoztunk. És ez így lesz, így 40 év múlva is. Igen, hát legyen így. De mondd meg, hogy engedélyt adtál rá, hogy így hívjalak. Igen, az egyetlen ember, aki átkeresztelhetett kis Benjaminnak. De erről majd talán ő mesélje, hogy miért vagyok kis Benjamin, de a lényeg, hogy valóban ez egy fantasztikus lehetőség volt arra, hogy meg valljuk azt, hogy mi miben hiszünk, és engem nagyon felszabadította az a lehetőség, hogy beszélhetek arról, hogy én hogyan élem a vallásomat, hogyan, miben segít nekem a vallásom. Kérdeztem a Tündét, amikor fölkért engem is, hogy figyelj, jó, de hát, és a nyakunkba akasztott egy nagy terhet, hogy hát figyelj, a 38-as kongresszus, az a cél, azt kell elérnünk, és akkor mondom, jó, hogyan? Tehát, hogy az a kérdés, hogy hogyan fogjuk ma mi mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ennek az eseménynek híre menjen, hogy valóban értékesen hozzá tudunk-e járulni, vagy csak néha megjelenünk, mosolyunk, hogy mi vagyunk a hírnek, és aztán ennyi, és hogy gyakorlatilag azt mondhatunk, de legyél türelemmel, majd időben meg fogjátok tudni, mi a feladatotok. Tehát, hogy rá kellett hagyatkoznunk a Tündére és az egész eseménysorozatra, de egy fantasztikus időszakon vagyunk túl, és remélem, hogy ennek lesz folytatás. Valahogy úgy fogalmaztál az előbb, hogy megvallani a hitedet. A mindennapokban megszoktad vallani, tehát, hogy fontos-e neked, hogy a mindennapokban elmond, vagy érzékeltes, vagy nem is tudom, ugye szokták mondani, hogy ne beszéljünk róla, hanem várjuk meg, amit kérdeznek. Ez egy kérdés, sok emberben felmerül a kérdés, hogy kell-e erről beszélni, a hit mennyire magánügy, vagy nem magánügy, mennyire hozzám tartozik, és kell-e bárkivel megosztanunk. Ez egy, szerintem mindenkinek egy személyes vívódása, hogy mi az, amikor azt mondja, hogy ezt kérem, én ezt szeretnék erről beszélni. Az én életemben mindig jelen volt, tehát én egy katolikus családba születtem, ezzel minden olyan hagyományát megörököltem a szüleimtől, a napi imádságokon keresztül, az ünnepeken való részvételen át a vasárnapi miséken keresztül. Tehát, hogy sok-sok mindent megtanultam, mint hagyományt megkaptam a szüleimtől. Aztán, hogy ez hogyan töltődött fel tartalom, az már azért nagyon sok minden múlt az égieken is, meg rajtam is. Hát mindenkinek meg kell szerezni a saját maga hitét. Így van. Tehát nem úgy van az, hogy örököljük. Így van, igen. Megkapjuk a lehetőséget arra, hogy ha adott esetben olyan családba születünk. De visszatérve a kérdésedre, amit már nem emlékszem, hogy mi volt. De a lényeg, hogy a naponta megvallom a hitemet. Tulajdonképpen igen, hogy kell erről, hogy ez egy, tehát, hogy bocsánat, tehát az egy fontos kérdés. Tartom, hogy az emberek
a nagy nyilvánosság előtt megvallják-e a hitüket. Mi erre föl lettünk kérve. El lehet dönteni ebben a kérdésben, hogy ezt vállaljuk-e, vagy sem. Mi azt vállaltuk, hogy vállaljuk. És engem mérhetetlenül tényleg boldoggá tett és felszabadított ez a lehetőség, hogy erről beszélhetek olyan környezetben is, ahol egyébként nem divat nagyon a vallásról, vagy a hitünkről beszélni. Az elmúlt egy hét alatt kollégák, hát nem azt mondom, hogy tömkelege, de rendszeresen téma volt az, olyan emberekkel a színházban, olyan emberekkel beszélgettem vallásról, hitről, hogy miért csináljuk ezt az egészet, akikkel előtte nem. Pedig ott dolgoztunk már tizenakárhány éve. És ezek nagyon komoly témák, és nagyon foglalkoztatja azokat az embereket, és akik esetleg nem tartoznak bizonyos vallásról. De Tünde, ez ugye az eukarisztikus kongresszus utóélete, tehát fontos utóélete, hogy elkezdenek beszélni az emberek, a hírnökökkel, de biztos másokkal is. Igen, mert ahogy Marini érsek mondta, hogy Magyarországon valami elkezdődött. És hogyha valami elkezdődött, akkor csak a kongresszus zártuk le 12-ével, de a munka az folytatódik. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy a 12 hírnök az szétmegy. Tehát itt egy olyan szoros barátság, sorsközösség alakult ki feladatok mindenki között, hogy ez szerintem örök. Na hát akkor... Én eszembe jutott valami erről a híd dologról. Tehát a Pál apostol, drága barátunk, azt mondta valamikor, alkalmas és alkalmatlan időben is beszéljünk Krisztusról. És hogy a hittel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy ez ilyen törékeny cserépedényben van a hitünk. Tehát, hogy ne azt gondoljuk, hogy az a miénk megvan, örökre megvan, ezt én szereztem meg, ebből semmi nem igaz. Nem én szereztem, kaptam, ajándék. És az ajándékot én szépen kicsomagolom, és aztán nem esítem tovább. Igen, hát milyen szép lenne beszélni egy kicsit a történelemről. Ugye mi ketten átéltük azt az időt, amikor ezzel kiállni az egyet jelentett a megbélyegzéssel és mindenféle mással. De ezen ugorjunk most túl, és hagyjuk azt, hogy ez itt a kérdés másik műsorában csináljuk. De van itt egy musical, van itt egy könyv és egy musical pontosabban. Nem is tudom, hogy kivel kezdjem. Mondjuk veled. Kérlek. Mi a kedvenc szereped? Ugye pontosabban van egy szereped ebben. Van egy szereped. És mint kiderült a Tündének ez a kedvenc figurája. Hát azért kapta ő. Azért kapta ő. Jó, nem. Gondoltam, hogy... El tud ő játszani másik szerepet, mint kis Benjamin. És gondoltam, hogy akkor jó lesz neki valami lovag szerep, tehát hogy ne érezze, hogy ő a legkisebb. Tehát néha érezze, hogy ő a legnagyobb és a legerősebb. Ez a szerep a könyv szerint és a darab szerint is, a darab teljes egészét, elkészült művet, én nyilván a színpadra készített művet még nem ismerem teljes egészében. De a történetet ismerem, hiszen Tünde művét elolvastam, és hát egy nagyon szép írást kapunk Szent Erzsébetről, és van mellette, Szent Erzsébet mellett az elejétől végig egy, tulajdonképpen egy földi vigyázó ember. Egy lovag, és tulajdonképpen... Földi vigyázó, ez milyen gyönyörű kifejezés? Hogy gyakorlatilag én ezt a szerepet kaptam tőletek, vagy kértetek fel, nem tudom, mi a helyes megfogalmazás. Hogy kezdődött az egész? A te ötleted volt? Robi. Vagy Robi. Igen, na ez az, erre akartam rákérdezni. Fölkért arra, hogy legyek ugye hírnök, és akkor azt mondtam, hogy Magácska egyébként, mint civilben, mi azt mondta, hogy írónő vagyok. Mondom, tényleg? Azt mondtam, már írtam 5 könyvet. Nem ismeri? Mondom, nem, sajnos nem ismerem. De azóta? Azóta. És akkor mondom, akkor tessék írni Szent Erzsébettől, mert én már megírtam egy csomó dalt, én már csináltam ilyen egy kis történetet, maszek történetet Szent Erzsébettől, és írtam hozzá egy rahadli dalt, vagy 30-40-et. 30-40? Igen, mert elkezdtem ezt már 20 éve, de 12 évvel ezelőtt meg úgy gondoltam, hogy... Tehát miközben ergo, és nem tudom, miközben írtad a Szent Erzsébet dalot. Közben meg más műzikereket is írtam, de a lényeg az, hogy fölkértem a kisasszonyt, aki azt mondta, hogy nem, Szent Erzsébet rózsákkal, meg ilyen cucc. Ki van zárva? Hát mondom, azért kicsit gondolkozol, de 3 nap múlva felhív, hogy Sufat Tünde, igaz Tündéke? És azt mondta, hogy tudja mit, Robert, megírom. Majd 3 hónap múlva felhívott, zokogva, megírtam. Ennyi. Ugye, mert Tünde 20. századi regényeket írt inkább eddig. Igen. És akkor visszamenni 800 évet, vagy nem egészen annyit, de nagyjából annyit. Hát piszok nehéz volt, igen. És azért írtam meg,
mert tehát én attól zárkoztam el, hogy középkor, meg az, hogy egy szentnek az életét fel kell dolgozni. Ez egy mai történet. Igen, és mikor rájöttem, hogy valójában ez egy mai történet, tehát olyan, mintha a 21. század politikai meg társadalmi eseményét mutatnám be a regényben. Hú, hadd olvassak fel valamit, Sík Sándor írt a Szent Erzsébet, hogy van a Szent Magyarság című könyve. És ugye azt írja, hogy Szent Imrében a hősiesség szentelődött meg, Szent Lászlóban a magyar férfi eszmény szentelődött meg, Szent Erzsében a női eszmény. És azt írja, azt mondja, hogy a női eszmény lényege az odaadás, amelyben úgy kifejlődik a lélek ereje, hogy végül hősiességé nő. Lényegében egy a kettő, mind a kettő, mármint a férfi erő, és ez is erő. Ki kételkedhet benne, hogy a nő nem kevésbé erős, mint a férfi? A keleti bölcs, írja Sík Sándor, a katolikus pap, a keleti bölcs arra a kérdésre, hogy mi a legerősebb a világon, azt felelte, a legerősebb nem a harcos, nem az oroszlán, nem a vihar, hanem az édesanya. Yeah. Hát gyönyörű. Ez fogott meg Szent Erzsébet? Mi fogott meg Szent Erzsébetben? Az, hogy ezt elmondtam már valahol, NDK-ban a Hungária együttes, 70-es évek, és Türingia ott van, ugye az NDK igen. Részben volt régen, és akkor annyit játszottunk, mert Magyarországon senkinek nem kellett egy Hungária nevű tánc és illemzenekar, és akkor mindig NDK-ban jártunk, és délelőtt nyitva voltak a templomok, én pedig templomba járó keresztény ember vagyok, bementem, és mindenhol ott volt egy hölgy, egy nagyon szép hölgy, ki volt írva, hogy Türingiai Szent Erzsébet. És aztán valahogy, hogy itt Magyarországon is megláttam egy Szent Erzsébet szobrot mondani, ez ugyanaz az ábrázolás, de ez biztos két ember. Nem, ez a magyar Árpádházi Szent Erzsébet. És azt mondtam, na jó, ebből elég, hogy már ezt is privatizálni akarják a németek, minden az övék, ez már ne. És akkor, akkor kicsit utána néztem, hogy ki is volt ez a hölgy, és mitől szent egyáltalán. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt fel kell mutatni, ahogy én nem tudtam, és az én generációm nem tudta, pedig keresztények voltunk, úgy ezt neki meg kell mutatni az embereknek, hogy ki volt. Viszont Ferenc pápa tudta, mert Ferenc pápa elmondta a szentbeszédében, ugye, tehát két magyar szentet emlegetett, az egyik Szent István volt, és a másik Szent Erzsébet. És amikor kimondta a Szent Atya Szent Erzsébet nevét, akkor tényleg azt éreztem, hogy akkor van folytatás. Tehát folytatódik a közös munka, és az Isten áldása rajtunk van, és pont az, hogy két hírnök kell dolgozom tovább. Azért egy kicsit beszéljünk még erről. Van egy nő, 24 éves korában meghal. Tehát már sokkal többet éltünk nála. És 24 év alatt szent lesz. Annyi mindent tesz, hogy szent lesz. Tünde, ezt az utat hogy lehet megmutatni egy regényben? Szóval mi a legfontosabb, amit meg tudsz mutatni? Hogy lesz valaki szent 24 esztendősen, fiatalon? Hát ugye ez még a Mama Hotel időszaka mostanában. Szerintem Szent Erzsébet az nem az, hogy ő szent lett, hanem szentnek tartották már az életében. Tehát, hogy már az édesapja, második András kiejti azt a száján, hogy a lányom az Isten kiválasztottja. És azt gondolom, hogy aki az Isten kiválasztottja, és egy küldetéssel jön le a földre, az teljesen mindegy, hogy hány évet él, mert 24 év alatt meg tudja azt tenni, amit más 70 meg 80 éves korában. És Szent Erzsébetnek a szentsége és a különlegessége éppen attól csodás, hogy ez a nő, ez egy volt közülünk. Ez a nő, ez nem a középkornak a szentje, hanem lehet a 21. századnak a fiatal asszonya, a fiatal anyánya, a szerelem szentje. Ez a nő nem csinált mást, csak azt, hogy szeretett. Szerette a férjét, szerette a gyerekeit, szerette Walter Lovagot, a szegényeket, a ház udvarát, és annyira természetes volt, és annyira szenvedélyes, hogy ettől ő egy szerethető ember. És ezért írtam meg, Robi, a regényt a kérésedre, igen. És nem azért, ami te kértél tőlem, hogy a rózsacsodát... Hát nem a rózsacsoda, de onnan híresült el, te pedig mondtál versus egy másik dolgot, és nem mindegy, de a Szent Erzsébet idegen környezetben, ő is, mint egy magyar királynak, németül beszélt, szóval hogy úgy nem stimmelt semmi, de hát ott föl kell egy idegen olyan németek között, akik nem szerették. Hát ugye 7 éves korától ott ért az udvarban, mert ugye feleségül akarták adni, hiszem 7 éves korától, vagy 4 éves, bocsánat.
Tehát akkor oda vitték, és együtt nevelték a jövendő férjét. Én meg azt gondolom, hogy szenté vált, ő szenté vált, hogy természetesen senki nem születik szentnek, de szenté vált pontosan a környezete miatt, tehát az inspirált, hogy mindig egy kicsit jobban, mindig egy kicsit a szegények közé, de hát akkor az nem volt divat, pláne egy nemesnél, hogy lemenjen a faluba, vagy egy kis kenyeret elvíjen, de ez az attitűdje meg volt gyerekkorában is. Dolhai Attila, Walter Lovag pontosabban, már már szembes... Most már annyi nevet kapok. Walter Lovag itt a legfiatalabb egyébként? Nem, ugye? Nem a legidősebb. Nem a legidősebb. Hát akkor egy másik nevet is adhatnám, most adunk. Szóval, milyen a zene, amivel találkoztál eddig? Hát eddig kérlek szépen egy dalt hallottam. A sajátját. A sajátomat. Igen. De abba beavattak a Tündék és a Robiék, hogy hogyan készül. Például ez a dal különböző fázisokban hallhattam, illetve legalábbis a szövegekkel is találkozhattam. És azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon, nagyon mély érzelmű zenei anyag, és nagyon figyeli a dramaturgiát, leginkább a szemét, az embert, aki éppen abban a szituációban mit kell képviselni, és honnan jött és hova tart. Jó, ami izgalmasabb, bocsáss meg csak egy kérdés, a teljes egészében regényről tudnék többet beszélni, engem ami rettenetesen megfogott, az, hogy ugye van Szent Erzsébet mellett egy felnőtt korában már egy szigorú pap, mindegy, aki egy kicsit talán rosszalóan is vagy igazság szerint rosszalóan, vagy nem rosszalóan, de végsősorban azt mondják, hogy sanyargatja a Szent Erzsébetet. És a Tünde regényében a Szent Erzsébet tulajdonképpen egy olyan vezeklésen megy keresztül, míg eljut odáig, hogy föl, tulajdonképpen úgy hal meg, hogy fölajánlja a saját életét. Föl, nem tudom, hogy ezt ebben mondani, tehát eljut arra a szentségi fokra, arra a vallási hitéleti fokra, hogy arra képes, hogy úgy átadja a fizikai életét valaki másnak. Jó, ez hát azt hiszem, hogy magában. Akkor ezt csodálatos. Kívánom mindannyiunknak. Isten áldjon benneteket, Isten áldjon önöket. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket természetesen a Facebookon is. Két hetenként kedden este a 21. századi kultúrharc aktualitásait és folyamatait tárgyaljuk. Következő adásunkban két meghatározó évfordulóval is foglalkozunk, a 20 évvel történt szeptember 11-i terrortámadással, majd a 15 esztendeje kiszivárgott összödi beszéddel. Én pedig most munkatársaim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!